Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát. Április 10-én az Opuszuszeri Faluházban egy tanyavédelmi konferenciára került sor. A lakossági fórummal egybekötött rendezvényen a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság és a Kislelki rendőrkapitányság szervezésében megvalósuló program számos hasznos információval és eszközzel láttal a közel 100 megjelent a járos területéről érkező érdeklődőt. Nemrégiben egy tanyavédelmi konferenciára került sor Opuszuszeren a faluházban. Mi volt ennek a konferenciának az elsődleges célja, illetve témája, kik tartottak itt előadást? A Csongrád megyei rendőrfőkapitánysága a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázatára pályázott konzorciumi partnerekkel, így három megye, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád pályázott ebben a programban. A lényege az, hogy a délalföldi tanyák, régiók biztonságát kívánjuk ezzel a pályázati lehetőséggel tovább erősíteni, legfőképpen a vagyonvédelmi szegmensre koncentrálva. És hát itt én tartottam egy előadást a térség, a járás bűnügyi helyzetképéről. A Toronykai Márta alezredes asszony tájékoztatta a közönséget magáról a projektről, és Ele Gábor alezredes úr pedig egy vagyonvédelmi tanácsadásban részesítette a megjelent vendégeket. És hát a pályázati programhoz társítottan a végén zseblámpát, illetve elektronikus ajtóéket osztottunk, és majd tovább bővül ez a program további eszközökkel, és a külterületen élők biztonságát kívánjuk a közlekedési területen is fokozni egy újfajta láthatósági mellénnyel, amit majd a lakosoknak ki fogunk osztani a későbbiek során. Általánosabban mi mondható el a tanyán élő embereket, milyen veszélyek fenyegetik, illetve milyen bűncselekményekre szokott általában sor kerülni? Hát figyelemmel arra, hogy a tanyán élő emberek egymástól messze élnek, nem a nagyvárosi környezetben megszokott lehetőségek érvényesülnek. A tanyákon elvétve van térfigyelő kamerarendszer, és hát maga a jelzés is lassabban ér el azokhoz a szervekhez, akik adott esetben hivatottak lennének az intézkedésre. Legfőképpen egyébként 2014-ben az utazó bűnelkövetők, a házalók, azok, akik különböző selejtes portékákat kívántak eladni, azok, akik tűzifát árultak, azok, akik kereszcsatornát akartak javítani, és hát voltak állpolgárőrök is, akik messzi távolból érkeztek, és próbálták a gyanútlan vidéki embereknek a jó szándékát, jó hiszeműségét kihasználni. A rendőrség milyen úton, módon tud segíteni a védekezésben, esetlegesen a megelőzésben ilyen helyzetekben? Hát legfőképpen ez a konferencia, a tanyaprogramhoz kapcsolódó egyéb bűnmegelőzési konferenciák, tájékoztatók segítenek és nyújtanak egyfajta védő, óvó ernyőt a tanyán élők fölé. Azt kell, hogy mondjam, hogy az új kiadványaink, amik majd 15 ezer külterületi postacímre eljutnak, azok részletesen taglalják azokat a felületeket, amik a veszélyt jelentik, illetve a Kecskeméti Gong Rádióval együttműködve 12 olyan rádió spot fog megjelenni, amiben konkrétan el fognak hangzani azok az ajánlások, azok a tanácsok, amik a mindennapjaink bűneseteihez kapcsolhatóak. Milyen volt a rendezvényen való részvétel, illetve a visszajelzések milyenek voltak a konferenciával kapcsolatosan, illetve várható esetleg, hogy Kisteleken is lesz a közeljövőben hasonló jellegű rendezvény, konferencia? Hát ha azt nézzük, hogy a térségben összesen a járásban 296 regisztrált bűncselekmény történt egész évben, és 101 néhány vagyonelleni bűncselekmény, akkor a 70 és 100 fő közötti megjelentek számát jónak mondhatom, de nem nekem kell egyébként visszajelzést adni, hanem inkább a lakosoktól kell megkérdezni, akik jelen voltak, hogy értékelik a rendőrség munkáját, hogy értékelik magát a projektet, és hát maguk az önkormányzatok értékelték tavaly a rendőrség munkáját, 4,82%-os átlagban voltak elégedettek a rendőrség munkájával a járás önkormányzata. Én azt gondolom, hogy ez jónak számít, és hát azon az úton, amin elindultunk, azt kell tovább folytatni, úgyhogy bízom benne, hogy a konferencia további sorozataihoz kapcsolódóan széles körben lesz majd közönség, és el tudjuk juttatni azokat az érdemi információkat, amik majd hozzájárulnak ahhoz, hogy a településeink még élhetőbbek legyenek.
Idén áprilisban van lehetőség a szülőknek beiratni gyermeküket a Kistelki bölcsödébe, valamint óvodák valamelyikébe, melynek mellettéről a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról és az ezzel kapcsolatos további tudnivalókról Sájbán József tagintézményvezető tájékoztatta stábunkat. A korábbi adásunkban ugyan esett már róla szó, de mit érdemes tudni azoknak a szülőknek, akik idén szándékoznak beiratni a gyereküket az itteni bölcsödébe, illetve óvodák valamelyikébe? Így van, április 20-ai héten, tehát 20-a, 21, 22, 23 és 24-e, hétfőtől péntekig egy héten keresztül tartunk beiratkozást. Azért ilyen hosszú az időpont, hiszen egy helyen három tagintézményünkbe is lehet iratkozni. Idén először a Szivárvány óvodába, az Ifjúság téren lévő található Szivárvány óvodába lehet a bölcsődébe is iratkozni, a Hét Szimirág óvodába is, és a Szivárvány óvodába is. Erre azért volt szükség, hiszen 2012-ben, ha az óvodát tekintjük, született a Kistelken legkevesebb gyermek, 37 fő, és hogy mind a két óvodába el tudjuk úgy osztani a gyerekeket, hogy a csoportlétszámok, a mostani csoportok jövő tanévre is biztosítva legyenek, ezért úgy gondoltuk, hogy egy helyen iratkozunk, és nyilván a szülői igényeket majd figyelembe véve próbáljuk ezeket teljesíteni, de ha kell, akkor a tagintézményen vezetőkkel ezt megkonzultálva úgy próbáljuk kialakítani a csoportokat mindkét óvodába, hogy elegendő létszámú gyerek legyen. Milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz? Hát a szokásos dokumentumok ugye a gyermeknek a születési anyakönyvi kivonata, tajkártya, lakcímkártya, bölcsöde esetében el lehet hozni a kisgyermeknek az egészségügyi könyvét, hogyha van bármilyen betegség vagy ételallergia, gyógyszerallergia, erről szóló igazolást várjuk, és hogyha gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek, vagy akármilyen más kedvezményben, akkor az erről szóló határozatot, igazolást el lehet hozni, mit lefénymásoljuk, hogyha kell, és akkor az eredetit meg visszaadjuk a szülő számára, tehát ezek fontosak. A másik fontos dolog, ami eddig még nem volt beiratkozás alkalmával, hogy a tömeget és a várakozást elkerülendő, van arra lehetőség, hogy időpontot lehetett nálam egyeztetni. Ezzel azért elég sokan éltek is, nyilvánvalóan nem mindenki élt ezzel, úgyhogy hétfőn és kedden elsősorban ezeket a szülőket várom, mert általában az a tapasztalat, hogy az első nap szeretne mindenki iratkozni, tehát hétfőn, kedden nem sok időpontot adtam meg, de kellett megadnom, és a további napokon is nyilván folyamatosan várjuk a szülőket. Óránként vannak beosztva, és nyilván, hogyha valaki nem jelentkezett, de itt van, akkor közben be tudom hívni, mert az egész folyamat azért nem tart egy negyed óránál 20 percnél tovább. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően számos új fejlesztésre és átalakításra számíthat a Kistelki Időskorúak Gondozóháza, mely fejlesztések közül az egyik legmeghatározóbb, hogy az eddigi gázfűtés helyett termálvízfűtésre vált az intézmény. A munkálatok ütemével és a pályázat tudnivalóival kapcsolatban Domonics János projektmenedzser tájékoztatta stábunkat. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően termálvíz fűtésre vált az időskorúak gondozóháza Kisteleken. Egész pontosan milyen munkálatokat foglal magában ez a felújítás, illetve milyen apropóból jött létre? Igen, ez egy 2012-ben beadott pályázat, amit most tavalyi évben támogatásban részesült. A Kistelek környéki települések több célú társulása adta be a társadalmi infrastruktúra operatív program keretében. Ez több mint 39 millió 800 ezer forintos támogatást jelent az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. Ebből az összegből meg tudjuk oldani az időskorúak gondozóházának a korszerűsítését. Ennek az egyik része a termálfűtésre való átállás, termálvízzel fogjuk fűteni, de szerencsére elegendő a forrás ahhoz, hogy nyílászárókat is tudjunk cserélni, hőszigetelni is tudjuk az épületet, sőt a tetőt is le tudjuk cserélni. Egy pici eszközbeszerzésre is maradt még ebből a pályázatból lehetőségünk. Számítástechnikai eszközöket tudunk vásárolni a dolgozók számára, és egy korszerű nyomtatót is. Milyen munkálatok kezdődtek eddig meg? Ugye, ha jól tudom, akkor áprilisban kezdték el a felújítási munkálatokat, illetve mikorra várható a projektnek a befejezése? A pályázat maga már tavaly október 1-én elkezdődött, tehát így az előkészítési szakaszon most már mondhatjuk, hogy túl vagyunk. Most jelenleg a szerződéskötési fázisban vagyunk a kivitelezővel, és reményeink szerint legkésőbb május 1-én el tud kezdődni az effektív felújítási, korszerűsítési munka, amit elvileg augusztus 31-éig sikerül befejezni. Egyébként maga a pályázat az szeptember 30-ával fog zárulni.
milyen előnyökkel járhat majd ez a fajta felújítás? Többféle előnye van. Egyrészt az átmeneti feladatellátást ezután sokkal korszerűbben tudják a dolgozók ellátni, megkönnyíti a munkájukat, és az ellátottaknak is ez egy nagy előny lesz, mert 10 korszerű ágyat is beszereztünk a számukra, ami mondjuk a felfekvéseket is meg tudja előzni. Ezen kívül ugye az energetikai viszonyok jelentősen javulnak, amivel a költségek csökkentése volt a cél. A gondozóház lakói, ellátottjai hogyan fogadták ezzel a korszerűsítéssel kapcsolatos híreket? Mivel a pályázatnak egy kötelező eleme volt az, hogy a dolgozókat és a bent lakókat felkészítsük, ezért nem okozott nekik meglepetést. Egy belső képzés által fölkészítettük őket arra, hogy mi fog várni rájuk. Igazából a munkálatok 80-90%-a kívülről fog történni, tehát nem fogja őket zavarni a mindennapi életükben. A közelmúltban egy általános iskolák közötti játékos sportvetélkedőre került sor a Kislelki Sportcsarnokban az egyik népszerű édességgyártó és forgalmazó cég szervezésében. Számos a megyéből érkező általános iskola képviseltette magát a rendezvényen, ahol különböző ügyességi sportfeladatokat kellett időre megoldaniuk a csapatoknak a döntőbe jutásért és az értékes nyereményekért. A Kinder Plus sportprogram keretében a közelmúltban egy iskolák közötti játékos sportvetélkedőre került sor a Kislelki Sportcsarnokban. Egész pontosan milyen célból jött létre ez a program, illetve kik vettek részt azon a versenyen? Ezt a programot a Ferrero Rocher magyarországi képviselete évek óta már mindig meghirdeti. A program úgy indul el, hogy minden évben van egy kiírás, amelyre bármelyik iskola jelentkezhet. Az idén mi is jelentkeztünk rá, és nagyon nagy szerencsénk volt, mert mindig 64 iskolát válogatnak be ebbe a jelentkezők közül, így most mi lehetőséget kaptunk arra, hogy megmutassuk mi is milyen kis ügyes és összeszedett csapattal rendelkezünk. És amikor megtörtént a jelentkezés, és elfogadták a bírálatot, hogy mi is bekerültünk, utána következett egy országosan egybehívott nagy értekezlet, vagy egy nagy bemutatás, ahol pontosan megmutatták a feladatokat. Természetesen ide nem jöttek a gyerekek, ide csak a vezető tanárok mentek el. Ez Budapesten volt a Testnevelés Egyetemnek az aulájában, ennek a konferenciának a rendezvényre kerülése, és utána volt az, hogy a gyerekeknek lehetett gyakorolni egészen szeptembertől idáig, mert áprilisban volt ez a program lebonyolítva. Előre meghatározott játékokkal dolgoztunk, 17 darab játékot adtak ki, amiket lehetett begyakorolni, és abból a versenyre, ami nálunk sikerült lebonyolítani az egyik országos elődöntőt, oda 6 játékot sorsoltak be a szervezők, és azt a 6 játékot kellett nekünk is bemutatni. Mely volt az a 6 játék, milyen típusú feladatokban állt maga a verseny? Nagyon élvezetes volt egyébként mind az összes játék, tehát mind a 17 játékra nagyon nagy szeretettel készültek a gyerekek, és nagyon nagy lelkesedéssel. Volt az ömébe sorversenyek formájában bonyolódott le, bójákat kellett kerülni, volt úgy, hogy a fejükön kellett egyensúlyozni vele, volt úgy, hogy szlalomba kellett futni és labdát vezetni, volt úgy, hogy az egyik játéknak az volt a neve, hogy mocsárjárás, amikor két helyszín között kellett karikákba beleugrálva áthaladni egyik oldalról a másikról. Ezt is nagyon szerették, ezt a játékot, de összességében nem tudtam volna olyan játékot mondani, amit nem élveztek volna és nem tetszett volna nekik. Milyen eredmények születtek végül így a nap végén? Két, ezt a versenyt, ezt az elődöntőt, ezt két fordulóba bonyolították le itt, mert nagyon sok versenyző volt ebbe a délalföldi régióban is. 8 csapat pontosan, és mivel hogy azért helyszűkében vagyunk, attól függetlenül, hogy nagy a csarnokunk és szép impozás, de két fordulóba bonyolították le. Az egyik délelőtt volt, 11 órától, a másik pedig délután. Mi a délelőttibe kerültünk be, és nagyon szoros küzdelem során mi a második helyet értük el. Egy ponttal maradtunk le az elsőtől.
nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy az én csapatom lelkesen készült, mi még a tavaszi szünetben is a húsvéti napját elkerülvén azon az egy nap nem edzettünk, de az összes többin gyakoroltunk. Nagyon lelkesek voltak, nagyon összeszedettek. A szülői háttérnek is megköszönöm a munkájukat, mert tényleg lelkesen hozták mindig a gyerekeket az edzésekre, és összességében olyan szempontból vagyok csalódott, hogy nem gondolom, hogy a másik csapat, akik egy ponttal megelőztek minket, ők jobbak lettek volna valamivel is, de ez a verseny, ezt el kell fogadni, ezt az eredményt. Jövőre majd úgy gondolom, hogyha megint sikerül bekerülni, akkor még pontosabban tudjuk véglehajtani azt a feladatot, amin egy kicsit elment a mi első helyünk. Mi különben a versenysorozatnak a tétje, illetve azok a csapatok, akik nem kerültek be a döntőbe, milyen díjjal jutalmazzák őket? Minden kisgyerek kapott díjazást, mindenki kapott egy kis Adidas versenytarisznyát, és egy rajtam is szereplő kis Kinder sportpólót, illetve megtarthattuk azokat az eszközöket, amikkel versenyeztünk, a labdákat, a kézilabdát, a kosárlabdát, a focilabdát, a hullahoppokat, a bójákat, tehát az összes versenyre megjelölt szert, amivel gyakorolnunk kellett, azt megtarthattuk, illetve van nagyobb tétje is, mert aki megnyeri az egész versenyt, majd ugye most aki innen tovább került, az ment bele a középdöntőbe, illetve majd a döntőbe, azok pedig 1 millió forintos sportvásárlási utalványt nyernek, amit csak sportszerekre lehet elkölteni. Tehát az első helyezetnek 1 millió, a másodiknak 800 ezer, a harmadiknak nem igazán tudom, de valami hasonló kaliberű a harmadik helynek a jutalma is. Az Ifjú Kistelekiek Szövetségének tagjai ezúttal egy darts bajnokság keretében igyekeztek még több játékos fiatalt bevonni az ifjúsági házban tartott közös időtöltésekbe, melynek sikerén felbuzdulva már is alakulóban van a következő megmérettetés. A darts versenyen szerzett élmény beszámoló mellett megtudhatjuk, milyen programokkal készülnek még a társaság tagjai a hétvégére. Az Ifjú Kistelekiek Szövetségének szervezésében nemrégiben egy darts bajnokságra került sor. Honnan jött az ötlet, hogy most pont egy ilyen versennyel rukkoljatok elő? Az ötlet onnan származott, onnan jött, hogy több fiatalt is ismerünk, aki érdeklődik a darts iránt, és volt olyan fiatal, akinek volt otthon versenytáblája, versenyszettje, azonban nem használta egyáltalán, és mivel az ifjúsági háznak van két plusz, mondhatni, raktárja, garázs épülete, így úgy gondoltuk, hogy az egyiket mi lenne, ha kialakítanánk egy ilyen darts teremnek, mondhatni. Fölajánlásokból származva, meg különböző segítségeken át elkészült, le lett szőnyegezve, lett kimondott dartsvédő a falra, fölkerült a dartstábla, különvilágítást szereltek föl, ezt most meg szeretném köszönni Kéri Gábornak, Mészáros Attilának és Kecskeméti Gábornak. Ezek után, mire létrejött ez a terem, mondhatni terem, április 4-én megszerveztük az első nyílt kisteleki dartsversenyt. Április 4-én 7 órakor kezdődött a regisztráció, 8 órakor kezdődtek pedig a mondhatni összecsapások. Eléggé szép számban jelentek meg fiatalok és idősebbek egyaránt, 10-en indultak a versenyen. Végül dobogós helyezést ért el Harmad Gábor, Schreiber Béla és Mészáros Attila. Azonban itt az este folyamán több olyan ember is jött, aki eddig még nem dárcozott, azonban nagyon érdekli ez a sport, nagyon érdekli ezen kikapcsolódási forma, és arra a megállapításra jutottak, hogy mi lenne, ha csinálnának egy kimondott darts klubot, ami olyan lenne, mint egy mondhatni sportegyesület, azonban még nem hivatalos formában, ide hétvégente bejárnának, gyakorolnának, mindenki megismerhetné a sportot. Ennek a napját, hogy a héten mikor lesz, ezt még nem tudtuk megbeszélni velük, de az egyeztetés alatt van, és hát a nagy sikerre való tekintettel úgy gondoltuk, hogy a hétvégén, április 18-án megtartanánk a második bajnokságot. Ide már előzetes regisztrációk alapján 17-en jelentkeztek a versenyre. Ugyanúgy 7 órakor fog kezdődni a regisztráció, és 8 órakor maga a versenyrész. Azonban úgy döntöttük, hogy ráduplázunk a hétvégén, hiszen mégiscsak akkor, hogyha lehet egy rendezvény, akkor miért ne legyen 2 a hétvégén. Így úgy döntöttünk, hogy április 17-én pénteken a gimnazistákat, idősebbeket, fiatalokat egyaránt egy közös fürdőzésre invitáljuk. Az idő még ugye változékony, így úgy gondoltuk, hogy szabad strandra még kár elmenni. Most nyitnak, nem variálunk vele, így úgy döntöttünk, hogy a kisteleki akvafürdőbe fogunk majd elmenni. Ez április 17-én 4 órakor fog kezdődni, 4 órakor gyülekezünk a sportcsarnok előtt, és hát akinek van kedve, az csatlakozzon, és akkor 8 óráig kicsit kikapcsolódunk, kicsit kipihenjük a hét fáradalmait, és hát feltöltődünk a jövő hétre.
Nekem is fáj elnevezéssel a bántalmazott nők helyzetére hívják fel a figyelmet országszerte, mely a kampányhoz az Ifjú Kistelek Szövetségének hölgytagjai is csatlakoztak. Egy témához kapcsolódó fotósorozattal, mely a fizikai bántalmazás nyomait és a vele járó lelki fájdalmakat hivatott bemutatni. A kampányt népszerűsítve remélik, hogy a jövőben több hasonló helyzetben lévő hölgytársuk már majd nyíltan beszélni és közös segítséggel megoldást találni erre a problémára. Az Ifjú Kistelekiek Szövetségének hölgy tagjai is bekapcsolódtak a Nekem is fáj elnevezésű kampányba, mely a bántalmazott nők helyzetére hívja fel a figyelmet. Miről is szól elsődlegesen ez a kampány, illetve miért tartottátok fontosnak, hogy ti is becsatlakozzatok? A statisztikák alapján Magyarországon minden ötödik nő bántalmazva van, ez alatt nem csak a fizikai erőszakot kell értenünk, hanem a lelki bántalmazást is. Végül is a kampány lényege az, hogy meg kell vásárolnunk ezeket a matricákat. Ezeknek a teljes összege az Ökumenikus Segélyszervezet védőotthonainak megy, és végül is mi azért tartottuk ezt fontosnak, itt is több hölgytag szerepel az Ifjú Kistelekek Szövetségében. Sajnos ez a mai napokban már nem csak az idős korosztályt érinti, hanem korosztályunkban is rengeteg hölgyet bántalmaznak, és mindenféleképpen fontosnak tartjuk, hogy mi fiatalok is részt vegyünk ebben, hiszen a kisebb generációnak mi vagyunk a példakép. Ezért gondoltuk, hogy ideje részt vennünk egy ilyen jótékony kampányban is. Milyen módon próbáltátok fölhívni erre a témára a figyelmet? Ugye fényképekről beszélünk, ki készítette ezeket a fotókat, illetve kik szerepelnek ezen a fotókon, és mit láthatunk rajtuk? Török Kornél készítette a fotókat, ő a mi személyes fotósunk. Részt vett benne Remzső Stefi, Török Bianca, Sógor Dóra, Balog Kata, Székesi Kata és Péter Klaudia, illetve én magam is. Facebookos megosztásokkal, illetve több hírportálon is megjelent. Rokonoknak megmutattuk, tehát akinek nincs a közösségi oldalon elérhetősége, ő nekik is meg lett mutatva ezeken a módokon. Esetleg a ti személyes környezetetekben is van olyan, akiről tudjátok, hogy rendszeresen, vagy fordult elő bármikor az, hogy fizikai, vagy éppen lelki bántalmazás áldozatává vált? Igen, találkoztunk már ilyennel sajnos a személyes környezetünkben. Nagyon kevesen mernek erről beszélni. A kampányunk legeredményesebb története az pedig az, hogy a mi felhívásunkra egy kisteleki nő felszólalt, és leírta, hogy ezt nekünk köszönhetően merte megtenni. Úgyhogy igenis, ismerünk sajnos személyesen is ilyen hölgyeket. Szerinted mi lehet annak az oka, hogy mondjuk akit így bántalmaznak, az úgymond nem mondja el másoknak, nem árulja el, esetleg fél mindezt elmondani akár a legközelebbi ismerősének is, illetve mi lehet a megoldás? Én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy félnek a további következménytől, szerintem ezért nem mernek felszólalni. Igazándiból, hogy a megoldás mi lehet erre, talán hasonló ilyen kampányok. Mert hogyha mi ilyen kicsi civil szervezet el tudtuk érni, hogy felszólalt egy hölgy, akkor talán nagyobb kampányok eredményezhetnek további ilyen felszólalásokat. Köszöntöm a kedves tévénézőket! A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén 2015. április 9 és 2015. április 16 között történt sajtóban közlendő események. Az elmúlt héten egy közlekedési baleset történt a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén. Egy személygépkocsi vezetője kanyarodás során nem tartott megfelelő oldaltávolságot, ezért az úttest mellett szabályosan parkoló gépjárműnek ütközött. A kérkező rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki a dologi kárral járó baleset okozójával szemben. Az egyik kisteleki üzletben lopáson tetten értek egy fiatalkorú személyt. Az elkövető élelmiszert kísérelt meg eltulajdonítani. A lopási kár teljes egészében megtérült, az eljárás alá vont személlyel szemben szabálysértési eljárás indult. Az elmúlt héten itt a járművezetővel szemben kezdeményezett büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság rendészeti osztálya. Az 54-11-es úton intézkedés alá vont személygépkocsi vezetőivel szemben alkalmazott elektromos alkoholteszter pozitív eredményt mutatott, ezért a hevesi férfit hiteles légalkohol vizsgálat céljából előállították. Vezetői engedélye elvétele mellett büntetőeljárás indult vele szemben.
A tavasz beköszöntével jellemzően megnő a motorosok és a kerékpárosok száma a közutakon, ezzel egy időben a tavaszi fáradtságnak nevezett jelenség miatt a járművezetők reakció ideje nő, jellemző a kimerültség és a fáradtság érzet. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban csak kipihenten induljunk útnak, fogyasszunk elegendő mennyiségű folyadékot. Ha hosszú útra indulunk, fontos a rendszeres pihenők beiktatása, amelyet célszerű a járműből kiszállva a végtagok átmozgatásával megtartani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Április 12-én a Szent István templomban egy jótékonysági koncertre került sor Patinás Szabó Adrián részére. A koncerten számos helyi és környékbeli művész igyekezett egy közös műsor keretében megalapozni a meghitt, bensőséges hangulatot, mely rendezvény végeztével adományozásra is sor került a beteg lány megsegítésére. Patinás Szabó Adrián részére majd jótékonysági koncertre került sor itt a kistelepi Szent István templomban. Mit érdemes tudni erről a rendezvényről? Ugye egy országos szintű segítségnyújtásról beszélünk. Hogyan alakult a mai nap? Kik léptek föl? Az előzményekben már hallhatták, a médiában Cium Andró Angéla tett erről nyilatkozatot. Országos szintű gyűjtés folyik a beteg lány érdekéért. 23 éves lányról beszélünk, aki multiplexiás végtagrendellenességgel született, de gondolom én ezt Andrájáik már elmondták és közölték az előző interjúban. És ő hívta fel a figyelmünket arra, hogy jó lenne, hogyha idén is lenne egy jótékonysági koncert, és mivel én ragaszkodom a mozgáskorlátozottakhoz, hiszen 3 évvel ezelőtt vezettem én ezt bevárosi rendezvényként, ezt a húsvéti koncertet, és mindig a mozgáskorlátozottakhoz fordulok segítségnyújtás céljából, és Angéla javaslatot tett most, hogy most az egyszerne kistelekiért folyjon ez a gyűjtés, hanem egy pesti kislányért, akiért országos szintű gyűjtés is folyik, megpróbáltunk bekapcsolódni. A résztvevőknek külön köszönet jár, hiszen volt, aki Szegedről jött ki, volt, aki vidékről utazott ide azért, hogy szerepelhessen ezen a koncerten. Én megpróbálom összefogni éves szinten ezt a rendezvényt, aki jelentkezik, bátran jöjjön és képviselje továbbra is ezt a célkitűzést, amely csak a szeretetről szól, és jövőre is remélem, hogy sót keríthetünk erre a rendezvényre. Remélem, hogy Angélának ismét lesz ötlete, hogy kit támogassunk. Kisteleki szinten szeretném a jövő évit megrendezni, úgy, ahogy az előző két év is meg volt rendezve. Ön fellépőként, résztvevőként személy szerint hogyan érezte magát ezen a mai koncerten? Én meghatódtam, mert tavaly sajnos a koncertünk olyan időpontra lett téve, hogy ütközött egy nagyvárosi rendezvényen, mégpedig egészen pontosan az egészségprogrammal, és tudjuk azt, meglássuk is be őszintén, hogy mindenkinek fontos a saját egészsége, tehát itt elment a nép, úgymond, és kevesen voltak azon a rendezvényen. És most nagyon jól esett, és biztosan látták is, hogy meghatódtam tényleg, hogy teltházas közönségünk volt. Nagyon jó érzés volt így énekelni, és így végigvinni ezt a műsort. Nagyon szeretem a kisteleki embereket. Farkas László is megjelent a mai jótékonysági koncerten. Személy szerint honnan ismered Adrient? Pesten ismertem meg, mert én Pestre járok föl, van egy ilyen kerekesszéges röbbi csapatunk, és oda is szoktunk följárni edzésre az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe. És ő éppen egyszer fönt volt az osztályom, mint beteg, és elnézett egyszer oda hozzánk edzésre, és elmondta, hogy ő régebben ülőröplabdázott, de mondta, hogy nagyon tetszik neki ez a sport, ki szeretné próbálni, és akkor mindjárt akkor ott ki is próbálta, és utána volt is velünk ott egy-két edzésen, és nagyon ügyes, tehetséges lány volt, csak sajnos ő neki azóta jobban lerobbant az egészségi állapota, sajnos, és ő azóta így nem tud játszani velünk. Azon túlmenően ugye, hogy tudjuk, hogy milyen betegségben szenved sajnos, mit érdemes tudni az ő személyéről? Milyen lány ő? Hát én nagyon pozitív lánynak ismertem meg, tehát
ahhoz képest, hogy amilyen, amennyi gond baj érte szegényt egész életében, meg ahogy föl kellett nőnie minden, tehát ahhoz képest ő nagyon lelkes, és én nagyon, tehát szinte nem nagyon látom olyan állapotában, hogy nem mosolyogna, vagy bármi, tehát annak ellenére ő nagyon pozitívan éli a mindennapjait, amit tud, meg mindent, amit azt mindig mindent megtesz saját magáért, gyönyörű képeket fest, ezekkel tölti ki az idejét, úgyhogy szerintem csak nagy platinuszokban lehet róla beszélni. Te személy szerint hogyan próbálsz az ő számára segítséget nyújtani, miben tudod esetleg őt támogatni? Hát én tavaly egy ilyen közös ismerősönkön keresztül tudtam meg, hogy ők úgymond így rászólnak ilyen külső segítségre. Akkor még én csak így láttam egy ilyen fölhívást, egy ilyen kupakgyűjtési dolgokról, menni, és utána én elkezdtem így terjeszteni ismerősök ezt, meg minden. Utána később Angélával fejlesztettük ezt föl, úgymond ilyen országos szintűre, és hát azóta ezen keresztül próbáljuk meg őt segíteni, hogy minél több helyről, minél több kupakot, próbálunk összegyűjteni, és akkor leadni, és akkor a pénzt neki kell utalni, de amikor csak tudok, jó magam is segítek nekik így valamennyi pénzzel, meg amikor ahonnan tudunk, onnan mindig próbálunk neki segítséget szerezni, amiben csak lehet. Te hogy érezted magad a mai koncerten? Hogy tetszett? Hát én őszintén szóval nem nagyon szoktam járni ilyen koncertekre, de most elgondolkozok rajta, hogy lehet, hogy ezentúl beiktatok egy évbe egy-két ilyet, mert ahhoz képest, hogy nem az én stílusom, úgymond minden, ahhoz képest nagyon tetszett minden, tehát most már jobban megértem azokat az emberek, akik ilyesmi koncertekre is eljárnak, úgyhogy tetszett, örülök, hogy itt láttam. Aki esetleg a mai koncerten, illetve adománygyűjtésen nem tudott részt venni, ő hol tudja Adrián támogatni? Vagy az Angélán keresztül, vagy rajtam keresztül, hogy minket meg lehet keresni, és akkor mi meg tudjuk adni az Adriánnak a bankszámla számát, nevét, elérhetőségét, és akkor azon keresztül bárki, bármikor, bármennyivel tudja őket támogatni. Lóval a kőolaj előtt és után is. Címmel gyakorlati bemutatót szerveztek a lóval való talajművelés iránt érdeklődők számára. A megjelentek betekintést kaphattak a különböző talajművelési eszközök használatába és módjába, illetve a lóval történő földművelési munkákba. A gyakorlati bemutató során emellett képet kaphattak a megjelentek a lóval történő szántás, boronálás előnyeiről és hátrányairól is. A mai nap folyamán itt Ópusztaszeren a lóval való földművelés módszereibe kaphattak betekintést az érdeklődők. Milyen célból került megrendezésre ez a mai rendezvény? Hát olyan célból került, hogy először is van egy olyan, hogy a mai világban a ló, hogy kezdje majd visszatérni valamilyen kis gazdaságokba, avagy nem. Itt kedvet kaphat az is, aki nem csak hobbiként tart lovat, hanem hogy valamilyen módon egy kicsit profitáljon is a lóval való tartás szintjén. Valami némi kis ízelítőképpen itt a szántás bemutatása került sor, és nyilvánvaló, hogy a szántáson túl a következő a boronálás, illetve újabban elkészített kombinátor bemutatására kerül sor. Képet kaptak arról elméletbe, hogy ki az, aki ezzel akar foglalkozni az újabb lovasok közé, akkor nyilvánvaló, hogy a hobbi ló szintjéig jutottak el, vagy még addig sem, eztán akarnak lovat venni, és hogy milyen lóval kezdjenek, hogy kezdjenek hozzá a tanításhoz, illetve az, hogy milyen formátumban képzelik a saját gazdaságukat, tehát mint benne a lovat, a lóval való munkákat. Ecsetértük azt, hogy mennyivel hatékonyabb a traktor, de mennyivel károsabb is lehet egy traktornak a munkája. Mit értünk ez alatt? Például az, hogy amíg a 30-40 mázsával tapossa a fenék barázdát a traktor, kihengelli, a száradás keményedést elősegítve, nehezebben veszi fel a táplálékot a növény, míg a ló az egy helyre ritkán lép, illetve egy lábnak a nyomatéka is sokkal kevesebb, mint az egész kerékkel való hengelés. Tehát nem beszélünk fenékbarázda betegségről úgy, mint a traktornál. Nyilvánvaló, hogy a mai ember számára a ló más jelent, mint korábban. Itt bele kell újra tanulni, esetleg csak ízelítőket kapnak egyes emberek abból, és hogy mi is ez a lovas munka élete, világa, ami azt mondhatom, hogy én úgy gondolom, tanulni kell. Bele kell tanulni, újra meg kell ezeket az embereket keresni, érinteni, hogy mutassák meg nekünk, vagy vezessenek bele abba,
amit mi esetleg szeretnénk, mert tényleg tapasztaltam olyanokat, hogy hobbiként tartanak lovat, és egy idő után föléjük kerekedik a ló, nem tudnak vele bánni, ilyen módon már nem, csak legfeljebb a nyereg alatti munka az, amit hobbiként elvégeznek vele, de már nem tudják használni a mezőgazdaságot, szeretnék. Azt mondja, hogy azért új lovat ne vegyünk, vagy lovakat, hogy mi a hobbikon túl egy kicsit dolgozzunk is vele, hát akkor itt az alkalom, hogy meg lehet próbálni, el lehet beszélgetni olyan szakemberekkel, akik esetleg ezt élik, tudják. És nem szégyen. A mai világban sem nem szégyen, annál is inkább, hogy ki a hétköznapét hogy éli meg, milyen fázison, hol dolgozik, mit csinál, lehet, hogy csak a hétvége a lovas napoké otthon. Ez kevés, úgy lehet arra, hogy bizonyos dolgokat beportoljanak, de egy indulás arra, hogy elindulunk olyan nyomon, hogy próbáljuk követni azokat a dolgokat, amit el szeretnénk ezáltal élni. Mit érdemes tudni a különböző szerszámokról, eszközökről, amivel a földet művelik meg, melyik milyen célt szolgál, illetve mik ezeknek a nevei? Hát nyilván először is beszélünk olyanról, hogy a föld fölhántását, tehát az ekével végezzük. Az ekék közt is több típus terjedt el, a középszántó, mélyszántó ekék, illetve voltak olyan ekék, amely speciálisan két kormánylemezre voltak ellátva, ami a szőlőt két oldalra nyitotta, vagy éppenséggel csukta a szőlőt. És akkor, de viszont beszéljük itt a szántóföldi ekékről, ami én azt mondom, hogy itt az országban legtöbb helyen az a változata, ami itt a kollégának is látszik, azt terjedt el, hogy van egy eke gerenda rész, amely rámegy egy eke taigára, ez külön részből összerakható, a mélységét állított, és itt annyi, hogy külön játszani tud még esetleg jobban az ekével, tehát az eke szarvon köröztül a tulajdonos vagy a szántó illető, míg vannak merev vázú ekék, amelyet egy kar segítségével lehet a mélységet állítani, de ugyanakkor, amikor olyan a talaj, akkor nyilván egy kicsit dobálja a maga a tulajdonost is, vagy a lovas embert, aki szánt. Viszont azok már speciálisabb, gyorsállítású ekék, hát azok kicsit húzásra is nehezebbek egyébként. Ezek a könnyű elterjedt ekék, ami Magyarországon több helyen is gyártottak, mondhatnám ezt a kűne, tehát mind ilyen külföldi alapokról került Magyarországra. Itt mi megtanultuk ezeket kezelni, sőt gyártani, éltünk vele, tehát azt mondom, hogy időszakokat hidaltak át, dolgoztak, és nagyon jó eredményekkel. Most az a baj, hogy úgy van ez, hogy a vasára is, vagy fölmentő, hogy sok került a mélybe. Éppen itt az itteni érdeklődők kérdezik, hol lehet ilyeneket beszerezni. Hát ennek már saját gyára itt Magyarországon nincs. Viszont tudni tudom, hogy Franciaország, Németország és Belgium ezekben előre jár, mert újabb lovas centrumok jöttek olyan létre, hogy eszközöket gyártottak. Tehát úgy gondolkodnak, hogy amennyiben a gázolaj elérhetősége a mai napig is elég kemény, így több ló összefogása egymás mellé megteszi azt, hogy például szerves trágyaszórók üzemölnek, műtrágyaszórók, fűkaszák, különböző kombinátorok, rugós kapák, küllős kapák. Sőt, hagyd ne beszéljem arról, hogy olyan rendszer működik, hogy képes szénabálát készíteni, és lovak húzzák. A rendszer felszedi, összegörgeti a maga a szénát bálává, majd a háta mögött húz egy rendszert, ami kocsira fölpakol. Akár kisbála, akár hengerbála, de működik. Tehát itt a múltat is jelent, azért össze lehet kötni. Én gondolom azt, hogy ez nem véglegesen kihalt, ez egy olyan tác halott állapotban van, hogy föl lehet támasztani, föl köl, vagy föl lehet. Ki hogy gondolja, én azt hiszem, hogy a mai napnak is mindenféleképpen megvan a maga haszna, mert az el tudja dönteni magáról, hogy én a kis gazdaságomban akarom-e csinálni, vagy nem. Akarom, itt tényleg az a cél, hogy a sarkalja egyik ember a másikat arra, hogy akkor én is megpróbálom, te is megpróbálod, vagy próbáljuk meg együtt. Mert azt mondom, hogy a régi világban is mindig az működött, amikor alák a munkák jobban, mint a magányos, mert ha az egyik szántott, a másik tud utána boronálni.
És itt a legnagyobb jelszó, amit mondtak a régi idősek, hogy nem én mondom meg, hogy mikor művelem a földet, hanem a föld meg az idő. Mert ha nem kellő időbe szántottak, akkor kemény volt, rögös, csúnyán elmunkálható, ha megfelelő időbe, akkor gyönyörűen könnyű volt a munka, könnyebb volt a munka, jobb a minősége. Ugye az előzőekben esett szó ezekről a speciális munkalovakról. Mennyiben térnek el esetleg az ilyen, tegyük fel ilyen sportra, vagy ilyen bármilyen, tehát egy mondjuk hobbi szinten használt lovaktól? Tehát ők mivel másabbak, különlegesebbek, hogyan kell velük bánni? Tehát ezeknek a lovaknak igen, fajta jellegre is általában mások. Most az, hogy jelző érték ilyen egy-két példányt a sportlovakban is be lehetne ebbe a munkába. Nem ez a gyakorlatilag dolog, hanem azért az, hogy nyugodtnak kell lenni a lovnak, nem elrontottnak. Tudatába kell lenni a lovasembernek is, hogy mi az, amit el kell várni, mi az, amit végre kell várni, és nem akármi, hogyan módon tanítom rá, szoktatom rá arra a munkára. Monoton munkának tűnik, mert a ló csak ugye megy a súlyos terek alatt, vagy süllyed a földbe, és a fejre lehajtva bólogat. Egy kis intelligenciának is lenni a lónak, mert azért amikor adott várat helyzetbe úgy fordulni abban a szerszámmal, vagy megállni, éppenség új módon állni, mert egy sportló, aki kapkodja a fejét égbe ide-oda, gyönyörű a ló, tényleg versenypályán, de nem ide alkalmas, mert ugye baleset okoz. Itt a legnagyobb baleseti forrás szerintem a földmunkánál van. Tehát még nem mondom, hogy más lovas nincs is, de legtöbbször 90 és 99%-a az ember hozzá nem értése, vagy a figyelmetlensége okozza, nem, a ló, nem kimondottan a ló gonossága, vagy a lónak a bármilyen rávarrott téma, hogy nem, mert a ló az veszélyes üzemág. Hát veszélyes üzemág, csak vigyelni ki, tehát aki érti ezeket a dolgokat, annak ugyanolyan lehet, mint egy gépet kezelni. Hogy mondjuk külön, mint a gép, de mindegy, hogy megszokja, hogy tudja, hogy mikor, mi, hova nyúli, mit csinál, tehát benne van. Ez a lényeg, hogy legyen benne, képbe legyen. Most következő mesénkben Fésűs Éva Setesúta őzike című történetét tekinthetik meg. Fésűs Éva a Setesúta őzike. Messze-messze ott, ahol a hallgatórét meg az úgóerdő találkoznak, és ahol a legszeszélyesebb a kanyargó csobogó patak, élt egyszer egy Setesúta őzike. Külsőleg ugyanolyan volt, mint a többi. Szelíd szemű, nedves orrú, kedves jószág, de ha megindult, olyan ügyetlenül csetlet botlott, hogy az anyja sírva fakadt bánatában. Jaj, milyen egy esetlen vagy, hiszen össze-vissza lépkedsz. Gyere gyorsan, beíratlak az őzike tánciskolába. A tánciskola éppen akkor nyílt meg a napfoltos tisztáson. Pintyőkék, cinegék nagy mulatságára. Minden ág tele volt velük, onnan nézték, hogyan tanítja bokázni agancsos Szilveszter, a fiatal őzeket. A munkusok meg ültek körös körül a faúduban, mint a közönség a színházi páholyokban. Ha valamelyik őzgida rendetlenkedett, tüstént orron dobták egy tavalyi mogyoróval. Körbefutunk, vezényelt agancsos Szilveszter, őzike táncmester. Könnyedén szögdelünk, mint a szellő, virágot nem érint a lábunk. Nem is érintett egyiké sem, csak a kis Setesúta ügyetlenkedett a sor végén. Patája nyomán letöredezett a piros mécsvirág. Állj! Szólt a táncmester. Most először kilépünk jobbra. Ki is lépett valamennyien szépen mindegyik, de a kis Setesúta balra indult nagy lendülettel, és úgy meglőtte az egész sort, hogy az őzek egymásra potyogtak. A pittyőkék alatt remegett az ág a kacagástól. Annál jobban mérgelődött a táncmester. Mit nevettek? Én még életemben nem láttam ilyen ügyetlen őzet. Lássuk, tud-e egyáltalán bokázni? A kis Setesúta meg akarta mutatni, hogy igenis ő is tud. De közben belerugott egy hangyabolyba. Pillanatok alatt tele lett a tisztás dühös, vörös hangyákkal, és emiatt félbe kellett szakítani a táncórát. Agancsos Szilveszter őzike táncmester fülháborodva dobbantott a jobb hátsó lábával.
szedte, vette, ilyen tanítványnak nincs helye az iskolába. Szégyenpót lennél a táncvizsgán. A mókusok nagyon bánták, hogy vége szakadt ennek a mulatságnak. Valóságos, avasmogyoró záport zúdítottak szegény Őzikére. Amíg csak meg nem futamodott, meg sem állt a csobogó patakig. Ráhajlott víztükörre, mert onnan mindig visszanézett rá egy Őzike, aki sohasem nevette ki. Annak panaszolt el, hogy mi történt. Az Őzike is sírt, de nem felelt, hiszen csak a saját tükörképe volt. Ám a patak kedvesen csobogni kezdett. Ne búsulj, tesetes uta, belőled is lehet még táncos lábú Őz, csak akarni kell. Ugyan, hogyan? Könnyezett az Őzike, hiszen ezentúl a tánciskolába se járhatok. Se baj, mondta a patak, nézd csak, mennyi kiálló fehér kő van az én medremben. Gyere, lépkedj át rajtuk, szép lassan a túlsó partra. Majd meglátod, hogy egyszer csak ügyes lesz a lábad, meg se botlik majd. Az Őzike elhessegette a rossz kedvét, és megfogadta a jó tanácsot. Remegve, tétovázva, tapogatózva lépkedett a köveken. Úgy dobogott a szíve, majd kiugrott. Na most vissza, súgta a patak. Az Őzike csodálkozott, minek ez, de azért szót fogadott. A fehér kövek szívesen tartották eléje a hátukat, mintha a partifák is kitárt ágakkal várták volna ide-oda, ide-oda. És mikor már harmadszor is átkelt száraz lábbal, ugrani is, mert az egészen nagyon jól ment, no lám, gondolta, nem is olyan rossz mulatság ez. Attól kezdve minden nap kiszökött a patakhoz, és akár esett, akár fújt, akár sütött a nap, fáradhatatlanul lépkedett a köveken. Egyszer aztán azt csacsukta a patak, fuss neki messzebbről a partomnak, és ugord át. Jaj, nem merek, szepegett az Őzike. Dehogy is mer, miért nem mersz? Csukták a hullámok, hiszen te bátor, ügyes Őz vagy. Ettől kezdve neki iramodott, és képzeljétek, sikerült, örömében bukázni kezdett a túlsó parton. Akkor vette észre, hogy a virágot sem érintette már a lába. Megtanultam táncolni, újjongott. A patak kövei megügyesedtek a lábaim. Megbizony, csacsogta a patak. Ugye most már elhiszed, hogy erős akarattal mindent le lehet győzni? Köszönöm, kedves patak, hálálkodott az Őzike. Holnap megyek az erdei táncvizsgára, és meglepetést szerzek a társaimnak. Másnap tele volt állatokkal a napfoltos tisztás. Még a mezei nyúlnak is oda merészkedett, hogy szétnézzen, megnézze azt a híres, nevezetes Őzike táncot. A rigó fuvolázott a tücsök, hegedült, a harkály dobolt a csőrével egy fa, kopogós derekán, Agancsos Szilveszter Őzike táncmester meg olvadozott a büszkeségtől. A tanítványai éppen fölálltak az Őzike keringőhöz, mikor hirtelen nagyot zörrent a bozót, és a tisztás közepére ugrott egy rút fekete farkas. Mi dolog, hogy engem nem hívtatok meg erre a mulatságra? Kiáltotta fenyegető hangon. Az ijegységtől mindenkinek földbe gyökerezett a lába. A farkas fenyegetően nézett körül. Táncolni akarok a legügyesebb Őzzel. Hadd lám, melyik őtök az? Dermed csend támadt, senki nem mozdult. Ebben a pillanatban előugrott egy fa mögül a setes uta Őzike. Velem kell táncolnod, orvas farkas! No, erre még nagyobb lett ám a dünn csönd, meg a megdöbbenés, de a setes uta elszántan intett az erdei zenekarnak. Húzd rá, tücsök!
és nyomban táncolni, pörögni, forogni kezdett a farkas körül. Lássuk, meddig bírod a csárdást? A farkas nagyot mordult, és hegykén járni kezdte. Először tüzesen, aztán lomhábban, egyre csapzottabban. Őzike meg csak szaporázta. A farkas lihegett, az őzike cifrázta. A farkas kidüllett szeme kinyába, az őzike meg nagyot dobbantott. Forogjunk! És elkezdett vele keringeni, de úgy, hogy a tisztásról mindig kijebb és kijebb vitte a farkast. A farkas már szédült, lógott a nyelve, de nem akart szégyent vallani. A zenekar meg egyre csak húzta, húzta a tücsök, meg majd beleszakadt már a hegedülésbe. És most már az egész erdő visszafolytott újongással leste, mi lesz most? A setes uta őzike egyetlen botlás nélkül táncoltatta ki a gonosz farkast a patak partjáig, de ott elkiáltotta magát. Szégyen szemre kitáncoltattalak, fogd meg, ha tudsz, hopp! Mint a nyíl suhant át a patak felett a túlsó partra. A farkas meg dühösen utána vetette magát, de már annyira szédült, hogy elvétette az ugrást, és belepottyant a vízbe. A kiálló köveken össze-vissza ütötte magát. A patak edő sodra olyan messzire elvitte, mire végre partra tudott kecmeregni, de nem azért, hogy visszamenjen ám az őzike bába, hanem hogy gyógyfüveket keressen a sebeire. Vónyírva bújdosott be a sűrűbe, ahová nem hallatszott el az erdő népének boldog újongása, mert három nap, három éjjel ünnepelték a setes uta őzikét. Ho-ho, nem is jól mondom, hiszen nem volt már setes uta. Belőle lett az úgó erdő legügyesebb őzikéje. Vidáman táncolt tavasztól őszig, virágot sem ért a lába soha. A most következő videónkban a Szeri Húsvét című rendezvény alkalmával készített húsvéti kalács készítéséről szóló előadást tekinthetik meg. Kemencében készül-e és fonatos-e az igazi húsvéti kalács? Így van, a hagyományos kalács egyszerű keltészta, tehát ez a mindennapi életben régen is úgy volt, hogy az ünnepi asztalról nem hiányozhatott. Főleg húsvétkor, mert ugye a Krisztus jelképezi, tehát ez egy jelkép, és hagyományban minden asztalra oda került húsvétkor a terítékre. El kell mondani, hogy ez sonkához, tojáshoz kenyér helyett fogyasztották, tehát ez alapvető volt, megjelent minden háznál. Az olyan extrák, amikor itt tojást sütnek bele például, ugye úgy sütik, hogy beleteszik a tojást, azok minden családra jellemzőek voltak, vagy az még így a kivagyiság, a gazdagság jelképe volt? Hát ez inkább szerintem később jött, ez inkább csak ez a hétköznapi embereknél nem fordult úgy annyira elő. Hány fonatos a húsvéti kalács? Hát manapság már 4 fonatból csinálják, de régen a néni, akivel készítjük, a Piri néni, ővele 2 ágoron fonjuk. Simán, sodorva, az a lényeg, hogy foszlós legyen, és egyszerű módon készítették. Tehát nem bonyolították úgy túl, mint ahogy manapság csináljuk. A húsvéti kalácsnál is azt kell csinálni, mint a kenyérsütésnél, hogy azt mondják, hogy izzadjon meg az ember, akkor lesz jó? Így van. Tehát az eresznek csöpögnie kell, hogy mondják. Igen, meg kell dolgozni vele. Igazából akkor lesz jó, hogyha alaposan ki van munkálva, és azok az anyagok belekerülnek, amik belevalók. Na, mik azok az anyagok, amik belevalók? Tehát liszt, tej, tojás, régen ugye zsiradékként kacsazsír, zsír, de most már margarinnal dolgozunk. Legalább vajat tegyetek bele, nem vajat, nem margarint, vajat, így van, és tehát ezek az alapvetők készik meg, vagy a pici só és az élesztő, ami alapvetően nem maradhat ki, amitől meg kell, ami szép kalácsunk. Díszíteni szoktuk a húsvéti kalácsot? A húsvéti kalács nem, de viszont a lakodalmas kalács például ennek ellenében szokott díszes lenni. Tehát az a kör alakú, az üvegre ráhúzott kalács az viszont díszes. Szalag, pántlika. Így van. Arra rákerül, a húsvéti kalács egyszerű, sima, fonatos kalács. A jó húsvéti kalács meddig áll el?
hát az jó pár napig fogyasztható, tehát nem úgy, mint a mai nap, tehát a manapság készített, több napon keresztül friss. Ugye egy héten egyszer sütöttek az asszonyok régen, és ezek a készítmények egy hétig akár frissek voltak, tehát tudták, hogy hogy kell készíteni, tehát nem ez a gyors készítmények voltak, mint ma. Most van-e kalácssütés valahol, tehát ha valaki meg akarja nézni itt a skanzen területén, akkor hova menjen? A skanzenben az olvasók környén sütöttünk ma kalácsot, ott már osztják javába a kóstolót, úgyhogy ott lehet kóstolni. A végéhez közeledik a már 2013 óta zajló Mentor 3 program az Árpád-Fedem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában. A programban résztvevő tanárok és diákok egyaránt beszámolnak a programmal kapcsolatos élményeikről és tapasztalataikról, melyek mindkét fél számára hasznosak bizonyultak. A gimnáziumban zajló mentoráló programban ön is részt vesz, mint mentor tanár. Miben is áll ez a mentorkodás? Fogalmazunk így. Én úgy látom, hogy ezeken a mentorórákon belül rengeteg lehetőségünk adódik arra, hogy a diákjainkat, akiket mentorálunk, őket sokkal jobban megismerjük, akár a személyiséget, vagy például a tanulási körülményeket, vagy a tanulási képességeiket. Igyekszünk különböző feladatokat találni, amelyek segítik őt ebben, illetve számos programon veszünk részt együtt, ahol szintén tehát lehetőségünk adódik, hogy minőségi időt is töltsünk együtt, és minél jobban megismerjük mi is a mentorátjainkat, és ők is bennünket, a tanáraikat. Ön személy szerint hány gyerekkel foglalkozik, illetve nagy vonalakban mit érdemes tudni ezekről a diákokról? Nekem 3 mentoráltam van, és én e tekintetben abban a szerencsés helyzetben is vagyok, hogy osztályfőnökük is vagyok, és rengeteg közös feladatot végzünk együtt, és én azt látom, hogy a mentorálási óráknak a pozitív hozadéka itt abszolút megjelenik, mert én azt tapasztalom, hogy a hagyományos iskolai rendszerben rengeteget foglalkozunk azzal, hogy a diákjainkat fizikálisan és szellemileg is fejlesszük, viszont van egy nagyon fontos terület, a lelki terület, és ennek a fejlesztésére viszont ezek az órák rendkívül jó lehetőséget teremtenek, és én ennek a pozitív hozadékát abszolút, tehát visszaköszönni látom az én diákjaim esetében is, akár a magatartásukat, ha nézem, vagy a szorgalmukat, és amiben rengeteg pozitív változást látok, az pedig a hozzáállásuk, akár feladatról, vagy tanulásról legyen szó. Én azt gondolom, hogy látszódik, tehát van eredménye, abszolút. És a foglalkozásokon túl milyen külső programokon vehetnek részt ezek a diákok? Ilyen külső programok voltak, például színházakat látogattunk, vagy voltak sportesemények, akkor voltunk például a Szegedi Tudományegyetemnek egy bőrzéjén, az is nagyon hasznos volt, akkor azzal együtt összekötve például moziban is voltunk a gyerekekkel, vagy például paintballozni voltak, akkor volt például egy ilyen tanfolyam, tanuláskontroll tanfolyamot is sikerült szervezni a gyerekeknek, aminek szintén én nagyon örültem, mert ott is nagyon sok hasznos dolgot tanulhattak, illetve tanulhattunk, úgyhogy változatos, nagyon sok és változatos programban vehettünk részt. És a gyerekeknek milyenek a visszajelzései ezekkel a programokkal kapcsolatosan, illetve a mentortanároknak a munkájával kapcsolatosan is? A programok nagyon tetszettek nekik, tehát valahányszor bármilyen programra került sor, én csak pozitív visszajelzéseket hallottam a mentorátjaimtól, hogy nagyon élvezték, nagyon tetszett nekik, tehát bármelyik, akár a színház, a mozi, vagy a tanfolyam, vagy tanfolyamon kellett részt venni az is. Magukról a mentorórákról én azt tapasztaltam, hogy kezdetben picikét úgy tehernek érezték, és nem nagyon látták még át, hogy miről is van szó, és nehéznek érezték, és egy plusz feladatnak, és majd a későbbiekben, ahogy teltek az órák, akkor érezték, illetve értették meg ők is, hogy ez az óra, ez őértük van, és én azt látom, hogy igenis nagyon nagyra értékelik azt, hogy van mellettük valaki, aki csak rájuk figyel, abban a egy vagy két óra hosszában csak ővelük foglalkozik, csak ővele törődik, és csak ővelük foglalkozunk, az, hogy ők mihez, milyen a hozzáállásuk, milyen a véleményük, vagy de csak őket figyeljük, és ez sokszor ez is nagyon sokat jelent egy diáknak, én ezt tapasztalom.
A gimnáziumban folyó mentoráló programban te is részt veszel, mint mentorát. Milyen programokon vettél ez idáig részt, illetve a foglalkozásokról beszélj nekünk egy picit. Hát hetente 2 órát vagyunk, így tanulással töltünk Lőrincen a tanárnővelén, a többiek másik tanárnőkkel. Itt általában ismétlünk az előző órai anyagából, mivel irodalmi és nyelvtanszakos, vagy amiben tud segít történelemből, vagy bármiből, és akkor ez így elég hasznos számomra. Különböző programokat is szerveztek, mentünk színházba, volt kirándulás a Gemenci erdőben, de én ott nem vettem részt. Ilyenek is voltak, most is volt színház. Nem tudom pontosan, hogy az Aqua, Szegedre mennénk az Aquába, igen, az Aquaparkba, és ez is azt hiszem, hogy a pályázatban van, és ilyen programok vannak. És az előbb általad említett programok közül melyik volt a kedvenced eddig? Hát nekem a színház az ugye a legjobban, meg az Aquapark is most elég jó. És a foglalkozásokon a tantárgyaktól eltekintünk, akkor milyen egyéb témákat szoktatok még érinteni? Hát, hogy különösebbet nem szoktunk érinteni, általában csak hogy az iskolai dolgokról beszélünk, hogy az átlag, hogyan segíthetnénk az átlag javulásán, és végül is így ennyi. A továbbtanulást illetően tudnak segíteni a mentortanárok esetleg? Igen, általában figyelmeztetnek minket úgy idézőjelbe, hogy mire figyeljünk oda, hogy nézzük meg a pontszámokat, hogyha milyen területen akarunk elhelyezkedni később is akkor a bejutáshoz. Végül is kicsit rossz ebbe a pályázatba az, hogy csak a második és harmadik év folyamat érinti, és nem jövőre már nincsen benne. Mert az lenne szerintem elsősorban a leghasznosabb, hogy akkor ismételnénk az érettségére, de szerintem így is elég jó. Hányan vesztek részt ezeken a foglalkozásokon, illetve te magad mennyire ítéled hasznosnak ezt a programot? Hát ez általában változó. Én konkrétan egy másik osztálytársammal vagyunk 2 Lőrincen a tárnőnél, de mondjuk az osztályfőnökömnél vannak 3, azt hiszem. De általában úgy próbálják megoldani a tanárok, hogy csak egyszer egy diákkal foglalkozom, mert ugye hasznos. És a társaid hogyan állnak ez az egész programhoz? Mi a véleményük erről az egész programról? Mennyire ítélik fontosnak, hasznosnak? Hát vannak, akik nagyon nem szeretik, mivel időpocsékolásnak tartják, hogy hetente 2 óra, de én nem hallottam túl sok negatív példát. Általában szeretjük mindenki. Én is, meg a másik csoportársam, akivel járok, szeretjük. A mentortanároknak a szerepe az mit gondolsz, mennyire fontos ebben a programban, illetve milyen kapcsolatot tudtatok ezáltal kialakítani, hogy ugye itt több időt szántok egymásra? Hát szerintem elég jó kapcsolatokat ki tudtunk alakítani a tanárokkal, csak nem mindig azzal a tanárral vagyunk, akivel szükséges lenne. Például, hogyha nekem matekból van problémám, akkor én mégis nyelvtan tanárnőnél vagyok. De végül is ez a pályázat arra is lehetőséget ad, hogy ebből, hogy ők tudnak szólni más szaktanároknak, és akkor ők segítenek nekünk matekból például. Most következő felvételénken Szentes Algyő, illetve Kistelka Algyő női kézilabda mérkőzést tekinthetik meg. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Yeah!
Következő adásunkat április 21-én kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben magazinműsorunkkal jelentkezünk. Kedd adásunk ismétlését vasárnap délőtt 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!